A NATO főtitkára felszólította a szövetség tagjait, hogy a saját üres készleteik feltöltése helyett Ukrajna támogatásának adjanak elsőséget. Jens Stoltenberg tegnap Kijevben arról beszélt, Ukrajna győzelméhez az kell, hogy minél több fegyvert és támogatást kapjanak, a NATO tagországok készleteit pedig szerinte később is fel lehet tölteni. Hozzátette, a szövetség keményen dolgozik Ukrajna sürgős szükségleteinek kielégítésén. Elemzők szerint veszélyes sebességgel sodródik Európa a háború felé, az uniós vezetők és az Ukrajnát mindenáron támogatni akaró politikusok pedig az európai emberek életével játszanak. Több kell annál, hogy a NATO tagok sorra jelentik be a fegyverszállításokat Ukrajnába, a nyugati fegyvereknek minél előbb meg kell érkeznie a háborúba, közölte a NATO főtitkár hétfőn Kijevben. Jens Stoltenberg arról beszélt, a szövetségeseknek még a saját érdekeiket is alá kell rendelniük Kijev igényeinek. Ha a szövetségesek azzal a választással szembesülnek, hogy a saját üres készleteiket töltsék fel megfelelve a NATO elvárásainak, vagy Ukrajnát segítsék, akkor az ukránok támogatásának kell elsőbséget élveznie és az első helyen állnia, mondta a NATO főtitkár kiemelve, Kijev megkapja az amerikai Patriot rakétákat, de más fegyverek szállítását is növelni fogják. Úgy fogalmazott, a szövetség keményen dolgozik Ukrajna sürgős szükségleteinek kielégítésén. A Patriot rakéták pedig már közel vannak az ukrán határhoz, és ukrán részről az is felmerült, hogy Lengyelországnak kellene védenie Ukrajna nyugati légterét. Az M1 Lengyelországban forgató stábja több ilyen fegyverrendszert is látott egy légibázison. Az amerikai katonák háromszor állították meg kollégáinkat, azt érzékeltetve, hogy nagy a feszültség. Nemrég az is szóba került, hogy nukleáris fegyvereket kellene telepíteni Lengyelországba. Andrzej Duda lengyel elnök a múlt héten arról beszélt, országa egy NATO program keretében kész atomtölteteket fogadni. Hogy atomtöltetet szeretnének telepíteni ide, az már inkább megosztja a lengyeleket. Nyilván nem reprezentatív, mi is beszélgetünk itt emberekkel, illetve a különböző sajtóorgánumok is megkérdezték az olvasóikat, hogy mit gondolnak erről, és ezért toronymagasan az a vélemény, az az óvatos vélemény uralkodik, hogy az atomfegyverekből, köszönjük szépen, a lengyelek nem kérnének. Az Egyesült Államok és Lengyelország mellett például Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és a balti államok is elkötelezettek, hogy Kijevet fegyverekkel segítsék. Közben Brüsszelben már arról beszélnek, hogy a következő ciklusra az Európai Unióban egy háborús költségvetést fogadhatnak el, számolt be a Politikó. A brüsszeli lap szerint a pénzt egyebek mellett a tagállamok befizetéseinek növelésével, adóemeléssel és új adók bevezetésével, illetve az EU hatáskörének növelésével teremtenék elő. Emmanuel Macron is szinte hetente tesz háborús nyilatkozatokat. Korábban azt latolgatta, hogy nyugati katonák mehetnének Ukrajnába. Nemrég pedig azt mondta, nukleáris fegyvereket is magába foglaló európai védelmi politikáról nyitna vitát, mert szerinte csak egy atomarzenállal lehet elrettenteni Oroszországot. Háború párti az Európai Unió nyugati oldala. Emmanuel Macron a háború főszónoka lett, és sok EU-s és tagállami vezető is csatlakozott hozzá. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt. Lajko Fanni szerint a katonai beavatkozás, illetve a nukleáris fegyverek emlegetése csak szítja a feszültséget, és könnyen belesodorhatja Európát a háborúba. A nyugaton tényleg már bárminek képesek annak érdekében, hogy Ukrajna győzön, és a saját háborújaként fogja fel az Európai Unió az orosz-ukrán háborút, tehát itt már egyáltalán nincs szó arról, nyugaton itt bármiféle békét kellene teremteni, itt egy olyan irreális célt határoztak meg, hogy Oroszországot le kell győzni. Az elemző kiemelte, Macron és támogatói az Európai Unió polgárainak életét veszélyeztetik, ugyanis Moszkva is előbb-utóbb lépni fog valamit, ami már egyet jelentene a harmadik világháború kitörésével és a nukleáris fegyverek bevetésével.